Volt, aki merte, más dobozolta az ebéret. Gőzerővel folyt a munka a Szekszárdi közétkeztetésért felelős cégnél a Baka István általános iskolánál kialakított átadó ponton. A sor végén a dolgozók egy címlista alapján szétosztották az ételt. Az ebédet műanyag légmentesen lezárt dobozba, majd azt egy másik fekete nagy hőtartó ládába helyezték el. Így 70-80 Celsius fok fölötti hőmérsékleten tartják az ételt, hogy a kiszállítása során semmilyen kórokozó ne szaporodhasson el benne. A dolgozók mindig kesztyűben, maszkban látják el a feladatokat, és az ételt kiszállítók is megfelelő védőfelszerelésben juttatják el az ebédet az igénylőknek. A higiéniára, a járművek eszközök fertőtlenítésére a szokottnál is nagyobb hangsúlyt helyeznek, mondta a cég kommunikációs vezetője, aki azt is elárulta, hogy kezdetben alig-alig kértek az iskolákból, óvodákból ebédet. De az elmúlt hetekben ez megváltozott, ami szerintük annak is köszönhető, hogy az emberek időközben tájékozódtak, és megtudták, hogy ugyanolyan kedvezményesen juthatnak hozzá az ebédhez, mint a járvány előtti időszakban. Most egy növekedő tendenciát mutat, a tegnapi napon már majd 1000 fő volt az, akinek kiszállítottuk. Ez elsősorban ennek oka annak abban keresendő, hogy nem voltak tisztában vele a fogyasztók, hogy milyen módon juthatnak hozzá, hiszen valóban kevesen tudták. Országszerte, tehát ez országosan is mondhatom, hogy kevés fogyasztó tudta, hogy gyakorlatilag ugyanazt a kedvezményes étkeztetést, ami járt az óvodákban, bölcsődékben, iskolákban, ne egy Isten a szociális szegmensben, azt ugyanúgy igényelhették. Ebben a számban az idős ellátásban, valamint a szociális étkeztetésben részesülők is benne vannak, ahogy a gyerekek is. Úgy tudjuk, április közepén közel 300 adag ételt kértek a bölcsödések, óvodások, iskolások szülei Szekszárdon. A legtöbb ebédet az óvodások szülei kértek. Érdemes tudni, hogy a szekszárdi önkormányzatnak veszélyhelyzetben is feladata biztosítani az ételt a rászorulóknak, illetve az azt igénylőknek. A szülő vagy más egyébként kérheti az étkezés biztosítását telefonon, vagy az étkezés@szekszard.hu e-mail címen.